az ukrán parlament elfogadta a kisebbségbarát nyelvtörvényt, amelynek köszönhetően az orosz nyelv Ukrajna közigazgatási egységeinek a felében, a magyar pedig Kárpátalján kaphat regionális státust. Az országos vitát kiváltó nyelvtörvény tervezetet második olvasatban 248 képviselő szavazta meg a parlamenti ülésteremben megjelent 364 honatja közül. Az Ukrajnában élő nemzetiségek számára előnyös új nyelvtörvénynek köszönhetően egy adott közigazgatási egységen belül a kisebbségek hivatalosan is használhatják anyanyelvüket, ha az arányuk eléri a 10%-ot. Az orosz nyelv Ukrajna 27 közigazgatási egysége közül 13-ban kaphat regionális státust. Emellett Kárpátalján a magyar, a krimen, a krimitatár, Csernyivci megyében pedig a román nyelv emelkedhet regionális szintre. Míg más gyermek futkoshat, focizhat, addig Rickó Lacikának megterhelő játékokat nem szabad játszania. Nekem szabad tornálni, csak szaladni nem, mert nem szabad, hogy a lábam kificamodjon, mert akkor a helyére kell tenni a csontot. Vagyis a csontom el van a helyéről mozdulva. A kisfiúnak születése óta csípőízületi betegsége van, aminek a gyógyítása hosszú évekig eltarthat. Emellett fontos lenne, hogy a gyereket nyaranta rehabilitációs üdülőben kezeljék. Gyógykezelésére alkalmas szanatórium viszont nincs Kárpátalján. Évbe egyszer nagyon jó lenne valamilyen gyógyszanatóriumban, és itt a környéken, legalábbis Kárpátalján nem tudunk róla, hogy lenne ilyen létesítmény, és messzebbre elutazni, azt pedig nem engedhetjük meg sajnos magunknak, hogy igénybe vegyünk. Hát 1000 kilométerre nem tudnánk elmenni, hogy a gyereket kezeltessük. Ráadásul, ha jól tudom, akkor szülők nem is tartózkodhatnak a gyerekkel ilyen intézményekben, a gyereket ott kellene hagyni. A gyermekizületi betegségek gyógyítására alkalmas üdülő a kárpátaljai gyerekek számára legközelebb mintegy 1500 kilométerre található. A több mint 200 ezer forintos beutalót bár az állam ingyen biztosítja, de az úti költség oda-vissza 80 ezer forintnak megfelelő hrivnya, amit a legtöbb család nem tud megfizetni. Az ungári gyermekpoliklinikán a gyermekorvos azoknak a listáját mutatja, akik lemondták a beutalót a gyógyüdülőkbe. Pedig az orvosok szerint a gyermekek kórházi kezelése után fontos lenne a szanatóriumi rehabilitáció. Az utókezelés elősegíthetné a gyermek teljes felépülését. A gyógyszanatóriumokban ugyanis olyan speciális fizioterápiás kezelést, illetve iszapkúrát, masszást végeznek, amit máshol nem. Kárpátalján az utóbbi években a gyermekbetegségek számát tekintve az ortopéd, az idegrendszeri és a pszichés megbetegedések a 10. helyről a 3.-4. helyre kerültek. Ezért is lenne fontos, hogy a megyében létesítsenek az ilyen betegségek gyógyítására alkalmas üdülőket. Én szerintem akár a mi üdülünk területén is kialakíthatnának idegrendszeri vagy ortopéd terápiás részlegeket, de jelenleg az állami költségvetés nem utal ki pénzt az ilyen jellegű bővítésekre. Bár Kárpátalja tökéletesen alkalmas gyermekgyógyüdülők létesítésére, ám hogy ezt a helyi állami vezetők mostanáig miért nem tartották fontosnak, arra még senki nem tudja a választ. Viszont az egészségügyi szakemberek szerint egyre égetőbb szükség lenne speciális gyógyüdülőkre, hiszen a megyében jelenleg minden 5. gyermek esetében elengedhetetlen lenne az utókezelés. Meteorológusok előrejelzése szerint Ukrajnában 2 héten át fog tartani a kánikula. Az ország középső részén a hőmérő kiganyszála elérte a plusz 34 fokot. Az ország déli részén pedig plusz 36 fokos hőség várható. Jövő 2-től egy kisebb lehűlést ígérnek a szakemberek. Meteorológusok állítják, hogy a 2010-es évhez hasonló forró nyarat, mikor másfél hónapon át plusz 35 fokot mutattak a hőmérők, az idén nem kell megélnünk. A hőmérséklet ugyanakkor rekordokat dönthet. A július 3-ára virradó éjjel például egy 130 éves rekord dőlt meg. Éjjel 21,6 fok volt, ami 1,4 fokkal több, mint az 1938-ban mért legmelegebb éjjeli hőmérséklet.